Vértes Kozma Rock and Roll futás. Jó idő van, sokan vannak, mit kell tudni a mostani versenyről? Hát tulajdonképpen próbáljuk ugyanazt a színvonalat, meg ugyanazokat a távokat jelöltük ki, amit eddig. Ez nagyon bevált, és hogy mennyire bevált, az mindig csúcsokat döntünk létszámügyileg. Nem mondom meg, hogy mennyien vagyunk, nagyon sokan vagyunk. És hát tulajdonképpen mindig csak azt tudom mondani, hogy köszönöm azoknak, akik segítenek, a szponzoroknak és a gyerekeimnek, hogy mellettünk állnak. És hát jó időnk lesz. Hát elállt az eső, derül ki, és 3 fokot emelkedett a hőmérséklet, és itt a háttérben ittak többen pálinkát, én nem ittam semmit, jól érezzük magunkat. Aki 11., most már nem szabad megállni legalább a 20-ig, nem? Nem fogunk megállni, és most hadd mutassam meg nektek, aki tudjátok totálba hozni. Én 10 évvel ezelőtt ezzel a pólóval kezdtem, és akkor még tavaly, amikor a Balcó Bandi bácsi itt volt, akkor mondta, hogy mi ez Tamás, és akkor azt mondtam, hogy akkor váltani fogok, Bandi bácsi, és most megint közelíts rám, legyél kedves. És akkor az elkövetkezendő 10 évben ebbe a pólóba, úgyhogy egy 20-as céloztunk meg, igen, egy 20-as évfordulót. De évente kimosod a pulóvert majd. Nem szeretném, mert ennek így van meg a feelingje, rock and roll. Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves nézőinket, Cseppfehérvár félmaraton, ráadásul a második felvezető futó magazinjával jelentkezünk, innen Vértes Kozmáról. Csinálunk pár interjút a futókkal, és megkérdezzük őket, hogy miért szeretnek ide járni, illetve hogy ezen a futáson túlmenően jönnek-e majd a Cseppfehérvár félmaratonra. Hanyadik Vértes Kozma ez nektek? Meg szabad kérdezni? Első. Első? Neked is az első? Sokat szoktatok futni? Igen. És miért jöttetek Vértes Kozmára éppen? Mert kinéztük, hogy ez remek kis futóversenynek tűnik így ezen a 15 kilométerre, meg hogy terepen lesz, már reméltük, hogy jó időben. Egyelőre nem ázunk, úgyhogy meg jó időnek minősül. Te 15 kilométerre mész, neked mennyi a táv? 15 kilométer szintén, igen. Szuper. Cseppfehérvár félmaratonra jöttök? Igen. Megtaláltam Nagy Zsuzsit, Alba triatlonese Székesfehérvár. Zsuzsikám, nem voltál reggel úszóedzésen, ez minek köszönhető? A tegnapi 50 kilométeres biciklizésünk meg Gábor. Ó, szuper, ma mi lesz a táv? 15 kilométer. És hogy érzed magad? Jó, szeretek itt futni Vértes Kozmán. Nem. Ez hanyadik Vértes Kozma? Második. Szuper, jó futást köszönöm neked ma. Köszönöm szépen, nem futsz? Nem futok. Sziasztok, gyertek, adjatok interjút. Hello, Futim. Hello, Júság, hogy vagytok? Mi a terve? Köszönjük szépen, 15 kilométert fogunk futni, és remekül érezzük magunkat. Nagyon jó. Igen, és jó futóidő is van ma, igaz? Remek futóidő. Hányan jöttetek? Már honnét? A csapatból. A Futimból? Igen. Nagyon sokan, nem tudom pontosan megmondani. Mi egyébként egy UB csapattal indultunk, úgyhogy ez már egy előedzés az Ultra Balatonra, úgyhogy mi a saját csapat. Nagyon szuper, jó futás nektek! Köszi szépen. Szia, te is futni fogsz ma? Nem, csak az anyukám. Csak az anyu, és te jöttél buzdítani anyát? Igen. És anya mennyit fog ma futni? 15 kilométer. 15 kilométer, nagyon szuper. És hol van anya, mutasd meg nekem? Ott. Nagyon jó, 15 kilométer. Igen, 15 kilométer. Bátra ki a szerencse, sokat szoktál futni? Igen, rendszeresen. Nagyon jó, és hanya... Ó, nagyon szuper, és hanyadik Vértes Kozma ez nekem? Ez az első. Ez az első, igen. Nagyon szuper. Cseppfehérvár félmaraton? Nem voltam még sajnos, viszont a székesfehérvári Alba Volánnak szurkolunk, mert a kisfiam ő jégkorongozik. Ó, szuper, köszönjük, jó futást nektek!
Na gratulálok, hogyha jól tudom, ez megint rekord lett. Hogy esett? Úgy hallottam én is, hogy rekord lett. Szerintem egy ilyen pár másodperccel játszok gyakorlatilag mindig az előző évek eredményével. Jól esett alapvetően. Annak ellenére, hogy nem volt nagyon mező, nem volt kivel küzdenem, mindenféleképpen szerettem volna egy jót futni. Már csak azért is, mert szeretek itt gyorsan futni, ez egy jó, izgalmas pálya. Illetve azért is, mert ez volt a terv a hétvégére, hogy egy kemény edzést csináljak. Milyen versenyek vannak előtted most a következő mondjuk 2-3 hónapban, mire készülsz? Félmaratonok lesznek valószínűleg főként, azért mondom, hogy valószínűleg, mert még nem teljes a terv. Nagy része külföldön, főként a balkáni országokban, de valószínűleg egy-kettőt itthon is fogok még futni.